Egy hónapon keresztül tekinthették meg itt Beregszász központjában, az újonnan nyílt Nakong Szipán galériában, ugye az IRKA 30 éves jubileumára készült illusztrációs kiállítást, és ma vagyunk a finnyiszásban, a finnyiszásnak a legvégén, az utolsó pontjában, a záró napon. Egy nagyon tartalmas 30 nap volt ez, egy közel 30 nap, amikor ezt a jubileumot ünnepeltük. A megnyitó után nagy volt az érdeklődés. Újdonság volt ugye ez a kiállítótér is, és maga az IRKA kiállításra is többféle csoportok jöttek. De szerencsére a kárpátai magyar elem- és középiskolások azok reagáltak a felhívásunkra, az ajánlatunkra, és az elmúlt két hétben 14 ilyen elemi osztályos csoporttal foglalkoztunk. Egy múzeumpedagógiai foglalkozás keretein ismerkedtek meg az IRKA lapnak a tartalmával, a szerkesztőkkel, az illusztrációs folyamattal. Tehát egy kis ismeretanyagátadás és játék is volt itt ebben a kiállítótérben, de a főiskolának az óvodapedagógusa és tanítópedagógus hallgatói is részt vettek ezen a múzeumpedagógiai foglalkozáson, hogy ők is különböző vizuális nevelési módszereket ismerjenek meg, ami úgy gondolom, hogy ezelőtt egy kis hiányosság volt a mi kis kárpátaljai kultúrkörünkben. Az IRKA jubileumi kiállítását, ezt az egy hónapos programot egy dokumentumfilm vetítésével zártuk, ami kifejezetten erre a jubileumra készült, ahol az IRKA-nak a volt, mostani készítői mutatkoztak be és mesélték el az emlékeiket a lappal kapcsolatban. A kiállítás most ugye leszedjük, jön is ezután egy újabb program, de ez a dokumentumfilm is majd megnézhető lesz. Tehát a hetekben a TV21 Ungvár a program műsorán bemutatja, valamint a film megjelenésével az IRKA archívumot is elérhetővé tesszük a Révész Imre Társaság honlapján keresztül, valamint a dokumentumfilm megjelenésével, akkor erről értesítjük az érdeklődőket, hogy hol tudják megnézni a 30 év rajzait és tartalmait.